Köszöntöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Történelmi eseménynek örülhettek Szakolyban augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén. Vasárnap szentelték fel a község új római katolikus templomát, amelyet Szent István király tiszteletére építettek fel. A 116 millió forint összértékű beruházásra azért volt szükség, mert a település előző római katolikus templomát korábban életveszélyessé nyilvánították. Tavaly novemberben rakták le az alapkövét Szakoly új római katolikus templomának. Az előző elbontására azelőtt néhány héttel került sor amiatt, mert az 1949-ben épített, majd 1996-ban tornyot kapott épület a szegényes anyaghasználat miatt statikailag egyre inkább leromlott. Alig 9 hónappal később, vasárnap az államalapítás ünnepén már az első szentmisét tartották a teljesen új római katolikus templomban, amelyet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök szentelt fel. Az egyházfő szentbeszédében kiemelte, az új templom az emberiség rendszeres lelki megújulását is jelképezi. Istennek építettünk most házat. Ez az Isten háza, a mennyország kapuja, ahol beléphetünk Isten világába. És amikor megépítettük ezt a templomot, akkor Isten házát, Isten országát is építettük. Az Isten országa nem itt van, vagy ott van, mondja Jézus, Isten országa bennetek van. Az emberben van Isten országa, Isten úrsága, az a régi szép magyar szó, az uruság, ahol Isten uralkodik. És hol uralkodik? Hol uralkodik Isten? Ott, ahová beengedik. Ahová meghívják. Abban a házban uralkodik, amelyet sziklára építenek. És ez a szikla, az maga Jézus Krisztus, olvassuk a Szentírásban. Isten kinyilatkoztatott igazsága, a szeretet evangéliuma, amire rá kell építenünk életünket, hogy Isten országának hordozói legyünk. És ez az ország, amit magunkban hordozunk, ez kihatással van a környezetünkre is. Ezért, ha odafigyelünk Jézus másik hasonló mondására, akkor ezt meg is értjük. Mert Jézus nem csak azt mondta, hogy Isten országa bennetek van, hanem Jézus azt is mondta, Isten országa közöttetek van. Emberek között, a kapcsolataitokban. Hogyha a szeretet uralkodik a kapcsolatokban, akkor megjelenik az Isten országa. Ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevében, akkor ő ott megjelenik. Remélem, hogy ebben az új templomban nem ketten-hárman fognak majd összejönni. De mindig itt lesz az Úr. És nem csak itt várja hétről hétre, hétvégéről hétvégére a híveket, hanem azt kéri, hogy vigyék őt magukkal a hétköznapokra, hogy belőle merítsenek erőt, hiszen minden forrásunk, életünk minden forrása belőle fakad. És hogy vigyék ki az utcára az ő szeretetét. Mikor tudjuk ezt megtenni, hogyha a házunkat, az életünket, a családjainkat, a közösségeinket sziklára építjük. Ezért ünnepeljük ma Szent Istvánt, hogy ő valóban egy olyan családapa volt, egy olyan király volt, aki ráépítette az életét, a családját, a közösségét, a nemzetét a krisztusi alapokra, a szikla alapra. Prohászka Ottokár mondta ezt, írta róla, hogy Szent István király nem azért lett szent,
mert jó király volt, hanem azért lett jó király, mert szent volt. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy élő Isten kapcsolata volt, élő szilárd hite volt, és ebből következett az, hogy azt a szolgálatot, amit Isten rábízott, azt úgy tudta elvégezni. És ezzel nekünk is szent jobbjával utat mutat. Mutatja az irányt, hogy legyen nekünk is élő a hitünk. Ne legyünk megalkuvók, ne legyünk olyanok, akik belemennek mindenféle kis játékokba, apróságokba, vagy éppen eljövünk a templomba, vagy el se jövünk, de ha eljövünk, akkor azt mondjuk Jézusnak, egy hét múlva majd jövök, megint maradj itt. Hanem vigyük magunkkal őt, és képviseljük az ő szeretetét, és legyünk egyszerű, tiszta, világos, szeretetteljes emberek. Szent István király, mint egy családapa, úgy gondoskodott a népéről. Úgy tekintett a népére, a nemzetre, mint egy családra. És a családnak anyára van szükség. Ezért, amikor minden reményét elveszítette Szent Imre halálával, mégse veszítette minden reményét. Az égi hatalmak felé fordult, rábízta a szűzanyára népét, országát, tanítványait, nemzetét, mert tudta, hogy szüksége van a közösségnek, ennek a népnek, szüksége van anyára. És a szűzanya ezer éves, több mint ezer éves történelmünk során újra meg újra felfedezhetjük, gondoskodik az ő népéről. Nem véletlen, hogy ezzel is tanított bennünket Szent István király. Arra tanított, amit ő is megtanult Krisztustól. Mit tanult meg az utolsó mozzanata Krisztusnak a kereszten, azelőtt, hogy kilehelte lelkét, hogy a tanítványát rábízta az ő anyjára. És a haldokló Szent királynak mi volt az utolsó mozzanata, mielőtt kilehelte lelkét, a közösségét, a tanítványait, a népét rábízta a szűzanyára. Arra tanít ezzel bennünket, hogy ne csak földi keretek között gondolkodjunk. Arra tanít, hogy legyenek távlataink, hogy örök távlatokban gondolkodjunk, hogy a hitünk átemeljen bennünket az evilági nehézségeken, hogy belekapaszkodva ebbe a szilárd hitbe, amit Szent István király, az első szent család, az ő családja, szent magyar család, az ő családja, Boldog Gizella és Szent Imre, és az Árpádházi szentek is, és hát az ezer éves, több mint ezer éves történelmünk során a nagy szentjeink mindig megéltek, és életre váltották azt a tanítást. Nem volt mindegy az Isten kérdés, hogy van-e Isten, vagy nincs, imádkozunk, vagy se, megyünk-e templomba, vagy se. Az őseinknél, nagyszüleinknél, szüleinknél ez annyira egyértelmű volt mindig. Azért vagyunk most itt, és azért van élő hitünk, azért van olyan kapcsolatunk az Istennel, amit persze újra meg újra meg kell újítani, de azért bízunk benne, hogy megvan, hogy megtapasztaljuk, hogy Isten országa itt van. Itt van bennünk, és itt van közöttünk, és itt különleges módon is jelen van, ebben a gyönyörű, szép új templomban. Akik itt élnek, biztosan sokan ragaszkodtak az előzőhöz. Megmondom őszintén, nekem is nagyon tetszett az a sok szép kép, és úgy sajnáltam. De nem volt más lehetőségünk, és mindig a lehetőségekhez képest kell a legjobbat kihozni. Megnézzük ezt a
szép kicsi templomot, és mondhatjuk, hogy Isten segítségével kihoztuk a legjobbat, a legszebbet. Mert Istenhez csak a legszebb méltó. És azt kérem, kívánom, hogy imádságos lélekkel töltsék be ezt a házat, hogy mindig találjanak rá a vigasztalásra, a bátorításra, az erőforrásra ebben az Isten házában. Hogy amikor találkoznak Istennel, újult lélekkel, újult, megújult élettel térjenek vissza a hétköznapokba, a szeretteik körébe, és vállalják el a hétköznapi nehézségeket is, éljék át az örömöket is, és legyenek hiteles tanúi Isten szeretetének, akivel nap mint nap találkozhatunk itt a templomban is, és közösségeinkben is. És Szent Istvántól megtanulva, ha teljesítjük e világi hivatásunkat, küldetésünket, akkor nem csak itt ezt a szép, gyönyörű szép országot építjük, hanem egyszerre együtt ezzel Isten örök országát is. Bacskai Erzsébet Szakoly polgármestere azt mondta, az augusztus 20-ai templomszentelése egy különleges ünnepnap a község életében, amelyet talán évszázadok múlva is emlegetni fognak. A településvezető hozzátette, a helyi római katolikus egyházközösség számára is nagyon fontos, hogy a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye új templom építése mellett döntött. Ez valóban különleges nap, és pénteken a központi ünnepségünkön el is mondtam, hogy a mi településünk életében az augusztus 20-a egy olyan nap lesz, amit talán még évszázadok múlva is emlegetni fognak, hiszen nem olyan gyakori az, hogy egy településen új templomot szentelnek fel. A korábbi templom épületünkhöz építettek a 90-es évek végén egy tornyot, és ez a torony egy idő után elkezdett elválni a főépülettől, az épületet valamennyire magával húzva. Statikailag is olyan állapotba került, hogy valamivel több mint egy évvel ezelőtt már életveszélyes volt benne szentmisét tartani. És a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspökével történt egyeztetésnek az lett az eredménye, hogy az egyházmegye épít egy új templomot. A település pedig vállalta azt a feladatot, hogy a régi épület elbontásában segíti az egyházat, hogy minél hamarabb elkezdődhessen az új templom építése. Isten egészen egy év elteltével most itt vagyunk, és felszentélési szentmisén vehettünk részt. Szakoly új római katolikus templomát összességében 116 millió forintból építették fel. Ennek jelentős részét az egyházmegye finanszírozta, az állam különböző pályázati forrásokból 42 millió forinttal támogatta a beruházást, a helyi önkormányzat nagyjából 2,5 millió forintot fordított a munkálatokra, és a helyiek adományai is sokat segítettek. Régi probléma volt Szakolyban, hogy a római katolikus templom tornya megdőlt. Ezt a tornyot 1996-ban Kassab Béla plébános úr vezérletével építették a 49-ben épült templom elé. És a templom torony megdőlt, és magával húzta a templom testet, úgyhogy súlyos problémák keletkeztek az évtizedek alatt, ezért életveszélyessé vált a templom. Le kellett bontani. Püspök atya merész döntésével, mint egy két éve a régi templom helyett új templom építése, nyilván tervezése, és majdan egy évvel ezelőtt építése kezdődött el. Azért mondom, hogy merész döntés, mert ugye a gazdasági helyzetet mindannyian látjuk, és ilyen formán a mintegy 110 millió forintba került beruházás, ez
igencsak csoda, hogy megvalósulhatott, fogalmazott plébános úr, Bakó Sándor a Szent Misén. Azért kuriózum, mert Isten igazából minden egyház községünk rendelkezik már templommal vagy kápolnával. Püspök atya úgy nyilatkozott a napokban, hogy ez az első templom a püspöksége idején. Hát én azt kívánom, hogy jó néhányat építsen és szenteljen fel, és ezzel épüljenek a keresztény közösségeink. A Szent István király tiszteletére épített új római katolikus templom első szentmiséjén az új kenyeret is megáldották, megemlékezve ezzel az államalapítás évfordulójáról. A nyár sokszor uborka szezonnak számít a közéletben, az elmúlt hetekre, hónapokra azonban talán ez kevésbé volt jellemző. Nyíregyházára például újabb komoly ipari befektető érkezett, folytatták fejlesztéseiket a kis települések, miközben a térség idegenforgalma is kiemelkedőnek bizonyul. Az elmúlt hónapok történéseiről, gazdasági kérdésekről és a közeljövő feladatairól is szó lesz a következőkben. Vendégünk Vinnai Győző, Havár megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Jó estét kívánok, köszöntöm a televízió nézőket. És talán helyezzük is fókuszba a kis településeket, amennyire tudom a munkájában is, ez képviseli a legfontosabb területet. Igen, mert a Nyíregyháza, vagy Szabolcs 2-es választókerülethez, Nyíregyházát a nyugatra, észak-nyugatra található települések tartoznak, 20 település Nyíregyháza mellett, és ezek fele kistelepülés. A kistelepülés alatt azt értjük, hogy vagy néhány százan laknak ott, mint Szabolcson és Balsán, vagy maximum 1800-1900-an ilyen Nagycserkesz Nyíregyháza szomszédságában, vagy a 38-as út mentén Tiszanagyfalu, de ilyen Kálmánháza délnyugatra található Nyíregyházától, tehát több ilyen kis Paszab, Tiszabercel, és fókuszálnunk el arra, mert a vidéki települések nélkül, különösen egy agglomerációs övezetben, a nagyváros sem tud igazán fejlődni, mert a nagyvárosnak is munkaerőre van szüksége, és hogyha jó az infrastruktúra, ha jó a közösségi közlekedés, akkor innen munkaerőt tud behozni, mondjuk meg őszintén. Hát itt a nyíregyháziak vagy a megyebeliek láthatják például a sárga Legó buszokat. A Legó buszok, amelynek ki van írva, hogy Legó Paszab, Legó Tiszalök, és stb. Azokba a városokba, vagy azokba a településekbe, kisebb településekbe, ahonnan dolgozókat visznek a Legóba. És ez nagyon fontos, mert én azt szoktam mondani, ha munka van, minden van, és minden felmérés is azt mutatja, hogy az emberek első helyen azt igénylik, ez a lakosság igénye, hogy legyen megfelelő minőségű munkahely. Persze a dolognak van egy másik oldala is, hogy a szakképzettséget is erősíteni kell. Én, mint oktatáspolitikával is foglalkozó, nagyon fontosnak tartom, hogy a 8 osztály, az általános iskola 8. osztálynak elvégzés után tovább tanuljanak a gyerekeink, mert hogyha szakképesítést szereznek, vagy diplomát szereznek, ugye egyetemre mennek, vagy technikumba mennek, akkor találnak maguknak munkahelyet, és a cél Magyarországon, a magyar gazdaságnak az a célja, és én is, mint kormánypárti képviselő ezt erősítem, hogy teljes foglalkoztatottság legyen Magyarországon. Ugyanakkor az is cél, hogy maradjanak helyben a fiatalok, akik megszerezték ezeket a képességeket. Pontosan, nem könnyű dolog őket itt tartani. Nyíregyházának van egy nagyon komoly programja. Polgármester úrral ezt többször átbeszéltük már, hogy Nyíregyháza lehetőséget ad a fiatal diplomásoknak, és szeretnénk, ha minél több magasan képzett fiatal itt maradna, és megfelelő munkahelyet találna magának, mert a munkahely mellett ott van a lakhatás, hogy hol tudok lakni, és ezért jó itt az agglomerációs övezetben, mert ha van megfelelő munkahely a fiatalok számára, nem csak a fiatalok számára, de most fókuszáljunk rájuk, akkor fontos, hogy tudnak-e lakást építeni, új építésű lakást, vagy használt lakást felújítani, és ezért jó, hogy a falusi csok megmarad 2024. január 1-től is, sőt bővül, mert ha valaki 3 gyereket vállal, akkor 10 millió forint állami támogatásban részesül, és az egyéb kedvezményekkel ingatlan, tehát az illeték elengedésével, vagy éppen az áfa visszaigényléssel majdnem még 10 millió forintot tud
hozzátenni ez az építkezéshez, nem beszélve arról, hogy a babaváró hitelt is föl tudja venni, amelynek az összege 10 millióról 11 millióra emelkedett, és ez egy nagyon kedvezményes hitel, mondhatom, hogy a mai inflációs világban ezt vétek nem fölvenni. Tehát ezért fontos, és a harmadik, amikor munkahely és lakhatás megvan, akkor milyen a bölcsődei, óvodai, iskolai ellátás, a szolgáltatások, és ezért vagyok büszke arra, hogy a településekkel összefogva, nagyon jó pályázatokat adtak be ezek a települések, 20 település tartozik ide, 11 helyen épül bölcsőde. Sőt, van, ahol már átadtuk, Tiszadadán. Ilyen forrásokra lehetett ebben pályázni. Uniós forrás, topos forrásba, ez úgynevezett visszahulló, előző ciklusos, még nem a top plusz, hanem a sima topos forrás, ha fogalmazhatok így, és gyakorlatilag, mivel 2017-18-ban ugye egy olyan családtámogatási koncepció alakult ki, mindig is fontosnak tartjuk a családot és a gyerekeket, hiszen gyerekek nélkül nincs jövő, hogy uniós forrásból óvodafelújítások, bölcsődeépítések és iskola, köznevelési intézmény rendszer felújítások történjen meg, és hál' Istennek ebben a választókerületben, a Szabolcs 2-es választókerületben, mondok egy példát, Tiszanagyfaluban 1900-alnak még soha nem volt bölcsőde, most átadtunk egy bölcsődét. Vagy Tiszadadán megszűnt 20-22 évvel ezelőtt a bölcsőde, most újra építettünk. Vagy Nagycserkeszen egy mini bölcsődét. Arra volt igény, hogy egy egycsoportos mini bölcsőde legyen, és ez jól működik. Az óvodákat sok helyen sikerült felújítani, és nem árulok el titkot, azt hiszem, hogy a televízió nézők közül is sokan hallották már, hogy nálunk törvény szabályozza, hogy 3 éves kor fölött kötelező óvodába vinni a gyereket, és ez különösen a hátrányos helyzetű családoknak jelent nagyon sokat, mert ott a gyerek játékos formában sok mindent megtanul a másik gyerekhez alkalmazkodni, felelősséget vállalni. A szocializáció így van, tehát kulturálisan, magatartásban is nagyon sokat tud előrépni, és büszke vagyok arra, hogy a kis település mindenütt van óvoda, és azt nem mondom, hogy mindenütt sikerült felújítani, de szinte majdnem mindenütt megfelelő körülmények között. Érzékelhető a település megtartásában? Tehát, hogy a lakosságszám az vált, vagy hogyan változik, hogy egyáltalán csökken, vagy stagnál már, az már stagnális is jó. Én azt, először is a megyeszékhelyből indulunk ki. Nyíregyháza az a megyeszékhely, ahol nem csökken a temetői főkönyvek tanúsága szerint egyik legjobb nyíregyháza a megyeszékhelyek között, ami a népesség megtartást illeti, tehát gyakorlatilag nem növekszik, de nem is csökken. És akár Debrecen nézem, vagy más Szolnok, csökkennek, hiszen előregedő társadalom vagyunk. Ez azt jelenti, hogy többen halnak, mint amennyi gyerek születik, de a családtámogatási rendszer nélkül, olvastam egy tanulmányban, az elmúlt 10-12 évben 200 ezerrel kevesebb gyerek született volna meg. Tehát mi azt mondjuk, hogy a fiatalok maguk döntik el, de ha valaki családot alapít, gyereket vállal, uram bocsák, 2 vagy 3 gyereket vállal, akkor az államnak kötelessége megadni azt a támogatást, hogy ő ne nehézségekkel küzdjön, akár a lakhatásban, akár a gyerekek óvodáztatásában, iskoláztatásában. Tehát csak hogy befejezem az előbbi gondolatot, az óvodába a gyerekek, a 3 éves kor fölötti gyerekek 96%-a jár ma Magyarországon óvodába, és ez egy óriási eredmény az egész Európai Unióban, vagy az egész világon, és ez azt jelenti, hogy a népesség, hát talán, hogyha őszinték akarunk lenni, akkor nem csökken, stagnál, és egyes kis települések népesség megtartó ereje az elmúlt években nőtt. Beszéljünk egy kicsit Tiszaeszláról, ott mi történt, azon kívül, hogy díszpolgárra választották önt? 2019-ben új polgármestert választottak, és a képviselőtestület is kicserélődött, és Tiszaeszlár korábban nem nagyon adott be pályázatot, nem fejlődött, és egy nagyon jó csapat alakult ott gazdákból, vállalkozókból, fiatalokból, akik tenni akartak Tiszaeszlárért, mert azt látták, hogy mintha megállt volna az idő 2019
Ferenc előtt Tiszeszláron, és én meg partner voltam abban, hogy ezt a lemaradást minél gyorsabban behozzuk. És ennek két fő formája volt, és ez persze nem csak fejlesztésekben, hanem baráti kapcsolatokban is megnyilvánul, de az egyik, hogy panaszkodtak, hogy milyen állapotban van az óvoda, milyen állapotban vannak az utak, hogy kellene egy jó önkormányzati konyha, egy jó ravatalozó, és ezeket sikerült az elmúlt 4-4,5 évben megvalósítani, tehát tényleg, hogy mondjam, sok forrás érkezett Tiszaeszlára, de jól is használták föl ezeket a forrásokat, és hát mivel a képviselőnek az a kötelessége, hogy lobbizzon egy-egy település fejlődéséért, ők ezt így akarták gyakorlatilag megköszönni, de nem ezért teszi az ember, és én nem vagyok álszent, hanem azt mondtam, hogy igenis, most oda kell figyelni erre a településre, talán egy kicsit kiemelten is, nem elhanyagolva a többi települést. Vannak-e most futó fejlesztések, mi a közeljövőnek a feladata? Hogyne, vannak, említettem a bölcsődeépítési programot, ez nagyon lényeges, a magyar falu programban szintén kiírtak pályázatokat, a falusi civil alapot is kiírták, igaz, ezek szerényebb összeggel jelennek, mint a korábbi években, de hadd mondjam azt, hogy több száz milliárd forint érkezett a magyar vidékre 2018-tól, 5 éve megy ez a magyar falu program, és itt belterületi önkormányzati utakat sikerült felújítani, falubuszokat sikerült venni, és ez nem öncélú, hiszen lehet, hogy a szociális szolgáltatásba kapcsolnak be, lehet, hogy a kulturális, lehet, hogy a sport, hogy az utánpótlásban játszó gyerekeket viszik egyik helyről a másikra, tehát ezeknek van helye, vagy akár ingatlanfejlesztés, szolgálati lakásokat építettünk. Most, éppen most van befejezés alatt egy szolgálati lakás Tiszadadán, amelyet nem sokára át fogunk adni. Tehát én azt gondolom, orvosi rendelőket sikerült átadni. Magyar faluból kipótoltuk, az uniós forrásból kimaradt egészségügyi fejlesztéseket. Mert még egyszer mondom, egy polgármesternek, egy önkormányzati képviselőnek, egy országgyűlési képviselőnek az a kutya kötelessége, az a feladata, hogy a lakosság igényeiből, reális igényeiből kiindulva legyen munkahely, megfelelő jó infrastruktúra, egészségügyi, oktatási ellátáshoz való hozzáférés és kulturális szabadidő, sport lehetőségek. És akkor azt mondja egy vidéken, egy kis településen élő ember, hogy én nem is vagyok másodrendű állampolgár, hiszen minden megtalálható, mint akár egy nagyobb településen. A Magyar Falu Programban az önválasztó kerületében mekkora összeget kaptak a kis települések? Hát ha összeadom a több év programjait, akkor milliárd fölött vagyunk, tehát több száz millió forintot, ez biztos, és ez nagyon sikeres volt ez a program, és ezt nagyon, nagyon szerettek pályázni az önkormányzatok. A sláger az önkormányzati kezelési utak voltak. Tehát ott mindig sokan pályáztak, és kevesebb forrás volt, de ahogy említettem, a szolgálati lakások, az orvosi rendelők, sőt, büszke vagyok arra, hogy az egyik településen az óvodát két részletből, ez kellett a kormánybiztos segítsége is, mert plusz forrást is kaptunk, sikerült felújítani, mert annak idején kimaradt az uniós forrásokból, és a 70-es években épült, na, az Tímáron volt, és most is egy korszerű óvoda áll a helyiek rendelkezésére. Egy kiemelt terület szintén van, ami talán egy kitörés is lehet, a turisztika, amire nagyon nagy hangsúlyt fektetnek, és erre is nagyon komoly pályázatokat írtak ki. Pontosan, hát nem beszélve arról, hogy ugye ebben a választókerületben a választókerület határa az a Tisza vonala, hogyha a megye legnyugatibb pontjától indulunk el, Tiszadobtól, a gyönyörű Andrássy kastéllyal. Nem is beszéltem arra, hogy az Andrássy kastély felújítása milyen szépen sikerült. Most ugyan nem látogatható, mert a környezetét újítják föl, elbontották a volt gyermekváros szociál környezetét, és ott is egy nagyon szép fejlesztés alatt van ez a terület, és reméljük nem sokára látogatható lesz újra az Andrássy kastély, a Tiszadobi Andrássy kastély, de mellette egy topos pályázatból, egy uniós pályázatból, turisztikai pályázatból sikerült szabadsandokat létesíteni a Tisza mentén.
Tiszadobon, Tiszadadán, Tiszalökön a Holtágnál, az egy nagyobb fejlesztés volt, nagyon népszerű a tiszalöki strand, és nagyon jó az üzemeltetője, az önkormányzat szerződést kötött egy szakemberrel, vagy egy vállalkozással, aki üzemelteti. Új napágyak vannak, apartmanok vannak, homokos partrésze van ennek a Holtágnak. Úgyhogy én nagyon tudnám ajánlani mindenkinek, aki szereti az élő vizet, mert ott mellette található az élő Tisza, és ez egy Holtágrész. Exatlon pálya van, kalandpálya van, úgyhogy sok minden van. Mellette, hogy haladunk tovább, a Rakamazi Tiszapart, ugye szoktam viccesen mondani, hogy ezen az oldalon van Tiszapart, Tokajnak nincs olyan strandrésze, de hát természetesen Tokaj és Nyíregyháza, vagy Tokaj és Szabolcs megye egy turisztikai övezetben van, és hogyha haladunk tovább, akkor Balsa, Szabolcs község, ezek aranyos kis települések turisztikában is jártasak. Nemrég adtuk át a megyenapon május 20-án a Tomori Kúriát, amely egy interaktív látogatóközpont, és bemutatja a földvárak történetét, és mellette a történelmi emlékhegycímet is elnyerte Szabolcs, a Szabolcsi Földvár és a Kora Árpád-kori templom. Gyönyörű kis település, szerintem érdemes oda kilátogatni. Képviselő úr, köszönjük szépen, hogy mindezekről beszámolt most nekünk. Köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb új műsorral szerdán várjuk Önöket, akkor egyebek között az igénybe vehető iskolakezdési támogatásokkal foglalkozunk. Számítunk figyelmükre akkor is, viszontlátásra!